Gyűris Mónika kiemelt megelőzési előadóval beszélgetünk az elmúlt hét eseményeiről. Mi minden történt Ajkán? Az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőrök az elmúlt héten egy halálos balesetnél, egy anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. Megyeszinten 35 ittas vezetőt fogtak az elmúlt héten. Ajkán mi a helyzet? Kapitányságunk illetékességi területén a rendőrök az elmúlt héten egy fő ittas vezetővel szemben intézkedtek. Kapitányságunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít az ittas vezetők közúti forgalomból való kiszűrésére. A tragédiák, személyi sérülések elkerülése érdekében maguk a közúti közlekedők tehetnek a legtöbbet. Timár Krisztián őrnagy alosztályvezetőt kérdezem a csendháborításról. Most, hogy nyár van, nyitott ablakoknál alszunk, mennyire jellemző, hogy hangoskodnának? Ajkán különösebben nem jellemző, de azt azért el kell mondanunk, hogy majdnem minden hétvégén kapunk több olyan bejelentést is, hogy a lakókat zavarja másoknak a hangosabb beszéde, a hangosabb zene, esetleg egy családi összejövetel, házi bulinak a kiszűrődő hangjai. Ezekbe természetesen, amikor hívnak minket, kollégáinknak intézkedési kötelezettségük van. Mitől meddig lehet hangoskodni, és mikor számít már csendháborításnak? A közéletben ez az este 22 órától reggel 6 óráig terjedő időszaknak a fogalma kering. Ez igazából az éjszakának a meghatározása. Gyakorlatilag nincs olyan napszak, amikor ne lehetne csendháborítást elkövetni. Van a szabálysértésekről szóló törvény, ahol kifejezetten szerepel egy csendháborítás nevű szabálysértés. Így gyakorlatilag időkorlát nélkül egy olyan hanghatást, olyan zajhatást kell kelteni lakott területen belül, lakóépületben, ami zavart okoz a kívülállókban. Tehát, hogyha ez megvalósul, akkor nincs időkorlát, bármikor elkövethető a csendháborítás. Nagyon fontos, hogy hang legyen, zavaró hang, másokat zavaró hanghatás. Zavaró hanghatásnak számít az is, hogyha a szomszéd nyírja a füvet vagy flexel? Ennek a megítélése elég szubjektív. A jogszabály nem ad erre egyértelmű választ. A szabálysértési törvényen kívül még két anyagra tudunk támaszkodni. Az egyik egy kormányrendelet, ami a környezeti zajhatásokat szabályozza, illetve a törvény lehetőséget ad minden önkormányzatnak, hogy rendeletben külön meghatározza, mi az, ami csendháborításnak minősül, és mi az a zaj, ami pedig nem. A lakásfelújítás, ebbe beleértve a flexelést, fúrást, faragást, vésést, nem tipikusan az a zajhatás, ami esetében megállapítható a csendháborítás. Nyilván lakóközössége válogatja, illetve az együttélés helyi szabályai azok, amik ebben támpontot tudnak adni esetlegesen intézkedő kollégáinknak. Adott esetben, hogyha valaki hétvégén, reggel 5-kor már elkezd fúrni, faragni, vésni, és erről nem tájékoztatja a lakóközösséget, ez minősülhet csendháborításnak. Egy-egy nagyobb közösség egyébként egy házrendben ezt saját maga között szabályozhatja. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek az esetnek a megítélése az nagyon szubjektív. A klasszikus rendőri szempontból csendháborításnak vehető esetek, amikkel mi találkozunk, azok inkább a mulatozás hevében, alkoholos állapotban bekövetkező extra hangkeltések már abban az időszakban, amikor az állampolgárok többsége pihenőidejét töltené. Ha valaki ilyet tapasztal, az hogy tudja bejelenteni? Egyszerűen csak betelefonál, vagy mit kell tennie? Első körben én azt tudom javasolni, hogy az egymás mellett élés jegyében próbálják a szomszédok rendezni egymással. Amikor erre nincs igény, nincs mód, akkor a 112-es segélyhívón nyugodtan lehet bejelentést tenni, kollégáink a helyszíre mennek. Első esetben általában igyekszünk figyelmeztetni, ha nem túlzó mértékű a zajhatás. Az esetek nagy részében ez megoldódik egy szimpla rendőri figyelmeztetéssel. Ha ismét vissza kell mennünk, akkor nyilván a kollégák súlyosabb szankciót fognak már alkalmazni.